interneten keresztül beszélgetünk, hiszen jelenleg Pécset tartózkodsz. Nagyjából egy évvel ezelőtt tavaly a Végkúriában forgattunk egy anyagot veletek, amikor a P-Therapy-val itt zenéltetek Kiskunhalason. Mi a helyzet ezzel a formációval és zenei téren, mennyire vagy aktív mostanában? Szia, köszöntöm én is a nézőket. Igazából elég sok minden történt ebben az egy évben. Vettünk fel egy kislemezt egy ilyen zenekaros formációval, ami fönn is van a YouTube-on, meg a webáruházakban. Ez vajon december környékén volt, és igazából onnantól kezdve kevesebbet próbáltunk. Nyilván nehéz ez, mert sok ember van együtt, aztán volt változás a formációba is, de ugye mi ketten a Balázsra kezdtük el, nekünk muszáj ebbe benne lenni, de most nem biztos, hogy tudjuk folytatni, mert ő is most végzett, és nem biztos, hogy Pécsen maradt, tehát nehéz ezt így kiszámítani. Reméljük, hogy nem végleg van ennek vége, meglátjuk. Amikor éppen nem a P-Therapy-ban zenélsz, vagy nem oda készítesz dalokat, akkor mi a helyzet zenei téren? Van más formáció is, amiben aktivizálod magad? Hát muszáj, mert nekem azért úgy érzem, hogy bár elég sok mindent csinálok, hogy ezt én nem luxusnak érezném, hogyha ezt abba hagynám, és úgy érzem, hogy ebbe van, ez kell folytatni, mert van erre egy ilyen igény, hogy így kifejezzem magam, és meg is mutassam ezt. És hát a tesómmal is például fölléptünk a Made in Pécsen, a Totoro néven indultunk, és próbálunk, amikor éppen Halason vagyok, akkor valamit összehozni, akár új dalokat is, vagy esetleg egy-két földolgozást csinálni, úgyhogy vele is terve van, hogy így csináljunk valamit, mi is közelebb kerülünk egymáshoz, egy ilyen érdekes kis dolog, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de hát ettől függetlenül egyedül is próbálok szerzeményeket csinálni, ötleteket fölvenni, vettem egy diktafont, egy elég komoly diktafont, egy hangrögzítőt, amivel föl tudok venni magamnak igazából bárhol. Úgyhogy inkább olyan bizonytalan, nem annyira fix most semmi, de vannak tervek. Arra a formációra mindenképpen rá szerettem volna kérdezni, igen, amikor a tesóddal léptetek fel, ez hogyan jött? Korábban is ti otthon csináltatok már ilyen örömzenéléseket, vagy hogyan jött ennek az ötlete? Nem nagyon csináltunk. Én 14 éves korom óta én távol élek, sulik miatt, meg ilyen, igen, iskolák miatt, és viszonylag kevés időt töltöttünk együtt, de neki elég komoly ilyen, hát mindenféle ilyen képzőművészeti tehetsége van, és megtanult gitározni, ukulelézni, és valahogy kigondoltuk, hogy erre a Made in Pécsre benevezhetnénk, mert ugye bárki nevezhet, mégis a társaság fele pécsi, legalább, mert én azért annak is érzem magam, az a 6 év alapján. Úgyhogy igazából ezt kitűztük, és úgy tűnt, hogy jók voltak a visszajelzések, voltak csomóan, úgyhogy nyilván nem könnyű ez a zenei pálya, de próbálunk valami önazonosat csinálni így ketten, meg tényleg ez van egy ilyen érdekessége, hogy mi eléggé hasonlók is vagyunk, meg még csak testvérek, hogy ebből valami izgalmas kisülhet. Mennyiben másabb, amikor a testvéreddel zenélhetsz együtt, mintha mondjuk barátokkal vagy egyéb zenésztársakkal állsz színpadra? Hát nem mondom, hogy könnyebb megérteni magam, megérteni talán könnyebb, mert nagyjából elég jól megértjük egymást, de azért az, hogy elég hasonlók vagyunk, az azért szül nyilván nehézségeket, de még olyan sokat nem álltunk színpadon együtt, úgyhogy ez így nehéz erre válaszolni pontosan, vagy ezt megállapítani, de az eddigi tapasztalatok elég jók voltak, tehát az, hogy minimális próbával is tök jól ment egy-egy dal, az azt mutatja, hogy jól egymásra vagyunk hangolódva, és ennek emiatt lehet ennek jövője. Talán beszélgettünk már erről korábban is, de mi az, ami rád ihlettel van, mi az, amiből dal születhet? Igen, hát azóta se tudok erre jobban válaszolni. Sőt, eléggé nehéz kérdés, és eléggé nehéz ihletet is
hatam is találni, de hogy dal legyen belőle. Sokszor van az, hogy bennem van valami zenei téma, vagy akár ilyen szövegszerűség is, de aztán nem jön ki olyan amit szeretnék, vagy amit jónak érzek. Úgyhogy... De hogy pontosan, hogy milyen téma, hát nyilván az ilyen szerelmi témák azért azok az utóbbi időben, vagy hát a daloknak jó részében benne voltak, mint ilyen nagyon intenzív érzelmek. De ettől függetlenül talán társadalmi témák is, emberi sorsok, emberi célok, távlatok, most ez nagyon ilyen klisésen hangzik, de és valahogy, ha kategorizálni akarjuk, akkor ilyen jellegű számok is, dalok is születtek. Beszélgessünk egy picit még arról a közös zenélésről, amit a családtagjaiddal folytattatok, erről egy videó is készült, és ezt a Kulturkép nézői már láthatták is nálunk, hiszen a családtagjaid nyilatkoztak, akkor ugye nem tudtunk veled interjúzni, nem voltál itthon. Te hogyan élted meg annak a dalnak az elkészítését, az, hogy felkészültetek rá, végül videó is lett belőle, milyen volt ez számodra? Hát nem gondoltam, hogy eddig eljut ez a dolog, mert amikor először megmutatták, én nem voltam annyira nagyon lelkes abba, hogy ez most ebből mi lehet ebből a dalból. Nem tűnt rossznak, de hogy most ezt így előadjuk, fölvesszük, föltesszük, ezzel kicsit szkeptikus voltam, de végül is azt gondolom, hogy összességében az az üzenet, hogy mindenki kapott részt bele, így már egészen más, mint egy dal. És igazából emiatt szívesen vettem részt. Nyilván azért nem volt egyszerű fölvenni, hogy mindenképpen jól megcsinálja saját részét, és viszonylag kevés veszekedés sem megúszszuk, de nagyon örülök, hogy ez így a visszajelzések alapján is így betalált, és tudtunk valamit adni az embereknek. Te mi alapján választottad ki azt a részt, amit te adtál elő? Ezt kaptam. Nekem nem volt annyira nagy beleszólásom, választhattam volna, nyilván más sem olyan akarom, de én elfogadtam azt, hogy ez a rész talán így rám illik, úgyhogy ez nem is volt nagyon gondolkodás ezen. Erősítette a családot az, hogy közösen alkottatok? Közös volt a cél? Szerintem mindenképpen, mert annál többet voltunk együtt, meg azért a zenélés, a közös zenélés mindig egy más dolog. Nyilván egyrészt egy értékes idő, de még ezen felül is valami plusz, amit azért mindig kap az ember. Azon felül, hogy azért mondjuk nem mindig mentek annyira harmonizáltan ezek a próbák, de szerintem mindenképp egy jó dolog, amiből reméljük, hogy lesz még máskor is, hátha.